3, 2, 1, start! Hazák Zoltán általános iskola diákjai mérték össze közlekedési tudásukat elsőként az új nyíregyházi Creston pályán. A gyermekek számára készített pálya alkalmas a biztonságos kerékpározás és a közlekedés szabályainak megismertetésére. Rengeteg dolog van, ami a közúton is lehet találkozni vele, és szerintem ez a pálya sokban fog segíteni, például a kisebbeknek, akik még eddig nem voltak közúton. A tanpályára útburkolati jeleket festettek fel, valamint a gyermekek számára készített közlekedési táblákat is kihelyeztek. A 4,6 millió forintos beruházásban a nyíregyházi rendőrkapitányság nyújtott szakmai segítséget. Itt azért, amint látszik, útkereszteződéseket és különböző közúti szituációkat állítottunk keresztűzbe, tehát egy elsőbségadásos, körforgalmas, mindenféle ráhajtásos, fordulásos feladatokat mindenképpen végre lehet hajtani. Van hozzá elég tér, hogy ügyességi feladatokat is, tehát a jármű biztonságot is elsajátítsák, és nyilvánvaló, hogy azért egyfajta közösségfejlesztő szerepe is lesz ennek a pályának, bízom benne. A tanpálya a város nagyobb, a kerékpározás támogató beruházásaiba is szervesen illeszkedik. Fontosak a kerékpárutak, és fontos ez a kereszpálya is, hiszen ez azt a célt szolgálja, hogy a biztonságos kerékpározást erősítsük, baleseteket csökkentsük. Jelentősen nőttek a kerékpárutak hossza, további fejlesztéseket valósítunk meg az idén elkészül egy-két héten belül a Sortóhegyet bekapcsoló bővítés, illetve a Nyírpazonyig teljesen felújítjuk a kerékpárutat, indul majd a Borbányát bekapcsoló kerékpárút, és nagyon örülök neki, hiszen a város képét pozitívan változtatta meg, hogy ennyi kerékpáros, ennyi biciklis van Nyíregyházán. A tanpálya kialakításával befejeződött egyúttal a Krúdi Gyula utca és sportpálya 2015 óta zajló fejlesztése is, amelynek során felújították a labdarúgópályát, újjáépítették a futópályát, kondiparkot alakítottak ki, valamint korszerű LED-világítást szereltek fel.